A mostani videó mi is lesz a tartalom? A mostani videó elékeztük. Ragunkó recept 8, a 8. része. Mi is lesz a 8. részében? Most akkor sütni fogod, te mit is fogod sütni? Kínai szezámmagos édes csirke. Nem csak sütni, mert főzni is fogok valamit. Te kínai kitős kapta azt a receptet, Szabó Riátó. Megkít engem arra, ez lesz az utolsó népbeolvasás, vagy jókívánsági beolvasás. Már ennek még megígértem, de másra nem fogok beolvasni születésnapi névnapi köszöntőket. De most az kinek is szól? Van igaz, ő még küldte nekem ezt a receptet, mert azon részén vállaltam azt a felköszöntést, aki receptet küldenek. Igen, azon küldette a receptet. Na akkor el is mondom, kit is kell pontosabban felköszönteni. Hódi Enikő, születés nap alkalmából, április 18. Én meg Riát, ehhez volt a videóinfo kötőre ettől, minden kette, nagyon sok boltos születésnapot kívánok. Na akkor most menjünk is tovább, mi is kell a kínai csíkére, szezámagú csíkére. Először is szükség lesz hozzá egy kiló csíkemell. Tehát ezt most el kell vinni, jó alaposan meg kell mostom. Igen, vettem egy húsmely vágó csomagból csíkemelt, ezt most készen kironcsuk, és egy ilyen táblát tesszük. Vagy ilyen papírt, ezt levesszük, és el kell vinni a húst megmosni mindenképpen. Jobban örültem volna, hogy olyan hús lett volna, hogy az nem ilyen lett volna, a pultnál vettem, ott a pultnál nem volt. Na minden. Nem mondhatom, milyen ból, melyik bólból vettem, de elviszem a hús megmosni. A hús meg lett mosva, alaposan, és akkor a deszka is el lett mosva. Jó, alaposan meg lett mosva a hús, akkor mindjárt kezdhetünk hozzá a húsokat felcsirkózni. Felcsirkózni, mert a kínai állítós kockázni szokták. Hoppá, ebben ullató van ki csont. Jó. Tényleg közben nem áll sózni is. Nagyon lehet, akkor ripkább kéne, nem?
Szeretném hát a kis kukoricakeményt tölteni be, vagy nem tudom, tegyek? Akkor meg is volna. Igen, hús megmostuk, deszkát is elmostuk, akkor most jó a tészta. Igen, jó az a palacsinta tészta, nem is tudom, minek olvastam a receptbe. Hát szétnéztem én a interneten, videó közt is néztem a receptek közt, de mindenki másképp csinálja. Hiába az, hogy kínai szezámos édes csíke. Ez mindenki másképp csinálja. Na minden, nem tudom, mit csinálja. Á, emberi félképpen csinálja. Én nem tudom, felelősségre nem tudom. Én megpróbálom a... Igen, Riádnak a receptét alapján elkészíteni. Na, akkor most lássuk a tésztának a hozzávalóit. Kihez honna? Búzaliszt, egy csomag sütőpor, jó, nem meg tovább menni, mert akkor reklám lesz a vége. Igen, sütőpor, átérzi víz, azt hiszem akkor 300 ml, 3 deci, 2 kanál étolaj, akkor egy teás kanál, só. Akkor először beletesszük a lisztet. Egy csomó sütőpor, és jöhet bele só. Azt hiszem, a fakanál elkeverjük. De mondom, sokféleképpen el lehet készíteni. És akkor először beemessük az étolajat. Lehet nem átottam a tojást, de ebben a receptben nincs benne tojás. És akkor lehet átézni, hogy rendes víz, bármilyen víz. És az a 60-ra felverünk. Ja, de mindegy. De lehet, hogy sok lett a... De nem. Tészta megvan, akkor mi tészta az megvan, akkor most elkészítsük a mézes mátás a szezámmaggal. Most minden összekeverjük. Tészta elkészült, akkor most már csak jön a hátára mátás, ami mától végül, amiben be fogom mátogatni a húst. A szezámmagos, mézes szezámmagos mátás. Hozzávaló. Méz, 10 előtt korán. Akkor még 10 előtt korán ketchup, 3 előtt korán szezámmag, 1 előtt korán barbecue, barbecue szósz, pontosabban mondva, chili szósz kellettett volna, de most nekem nincs. Ezt szerintem egy jó fogja, ha helyettesíti a barbecue szósz. A barbecue szósz jó fogja helyettesíteni. Akkor először itt a méz, 10. Így a 10 kanál, előkanál, akkor 10 előkanál feltesszük a... Feltesszük a ketchupot. Hát próbál követni Riádnak a receptét. Remélem, sikerül követnem. Akkor a szezámmagot.
És akkor végül jött a, az a barbecue sauce. És akkor össze is keverjük. De nem lesz olyan egyszerű. Hát az is sok például elkészíteni, utána néztem. Ezt se egy példaképben készítjük el. Azért az az a magos marbártás meg is van. Na akkor megpucoljuk a hagymát. Már nem látok volna késnek fenni, de mindegy. Ha már megpucoltuk, akkor az össze fel lehet válni. Az akkor megvan. Akkor elkészült a mézes mártás. Akkor most elkészült a minden alapanyaga hozzá való a tésztával, a spagettihez. Akkor mindjárt elmondom, milyen hozzá való. Akkor fél kiló spagetti. Tésztá sárgalépa, vereszelve. Akkor egy fel versanyba, akkor felvágva, és akkor szója szósz, ízé szerint. Legelőször is felteszem a vizet forralni, mielőtt tovább mennék. Megnyissuk a gázcsapot. Akkor az megvan. Itt az átézi víz. És akkor feltesszük a főzni a vizet. Két liternyi. Rátesszük a felőt, és akkor tessük be egy kis sót, nem sokat.
Hát van, előkon a 7 óra teszem én be. Nem összeragadjó a tészta. És akkor hadd főjön. Másik, na itt a legnagyobb gáz meggyúsú. Mert tartalékra. Hoztam egy kis zsit, én most szépen szeretném esetni, most mert nem nagyon mángó. Mindjárt hozom valami speciális fogót. Így elmásuk. Akkor az égen már egy mások közel ne legyenek. Beszúrkod egy kicsit. Most megsüssük. Hoppa. Lehet, hogy vaska lesz. Na, akkor egy hasfűrő. Én zsípra sütöm most ki. Lehet hozom még egy villát. De most már lehet kicsit tartalékos tenni. De miért nem állt? Nem, most csak... Állott. Hoppa. Nem állt megfordítani, mert én nem, nem kell. Nem tudtam visszafordítani. Na, akkor meg kell nézni egy oldal, és megfordítani. Nagyon közel éppen elgasztottam, nem, de úgyis számítani fogom érzel. Mondom, hogy többször forgatni kell. Én a belső kicsi tartalékra. Minden jó is lesz. Vissza a tartalékra tesszük. Állami. Le is kapcsoltam, de mindegy. Ugyan folytassuk tovább. Hoppa.
Na. Javni húshoz tartozik. Ne legyen egy mások közel. Na jó, akkor most ugye megállítok a kamerát.
Ulu beizik vissza. Igen, a sert beragadni. Úgy, másod, hogy jó kíma lesz. Akkor tovább is így kell sütni. Ha nem érte, megmutatom, hogy ott veszem ki. Mert így egy kicsit sütni kell más oldalra, mert én megállítom jó. Ja, tehát egy kicsit meg kell állat piskálni, mert ezt lehet darabolni. Egy kicsit idő múlva megnézzük a aljat. Ha már nem jó. Vissza ide. Vissza. Uratom, ezt a két lehet venni. És így tovább. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Készen meggyújtottuk. Zsírt tettük hozzá. És minden megvett. Megtartaljuk. Én ketten vagyok anyáma, én
Kék jó tészát nem teszek be. Még a főző holnap is. Akkor két és fél, azt hiszem, hogy 250 g-ot itt a tészeti eltől. Hoppa. És itt be lehet tenni. Akkor kell villos. Akkor jó 10 percig. Ezt elfogja is indítom. Azt is most áttézi vízbe főzöm. Igen. Akkor a stoppát el is indítottam. Fedél rázsára tenni. Az a helyzet, hogy a fedőt nem tudom feltenni. Na, akkor elindítsük. Feltesszük a bukkot. Egy kis olaj. És akkor megnyitom a gáz. Hagymát, igen, feltesszük, bepirítsuk a hagymát. És a sárga répát. Nem volt nagyon ez egyszerű kínai csíke. De van ez a munka. Elég kis olyan nem álltam be. Na, de ilyen percet, mint bétottuk. Na, szerintem csapott el is elzárni a gázt. És akkor már főáll a köztőre megfogom, és akkor már leszűröm a tésztát. Szerintem most tésztát rátettük a hagymára.
Hajnál megpirítottuk. Szerintem jó is lesz. Tésztát leszorsunk. Tehát én nem tudom, nagyon kicsit törünk. Sót adunk hozzá. És itt a szósz. És tudom megtaláljuk. Hát sok félképpen el lehet így szinten biztos. Szerintem jó is lesz az így. Mert csak a gázol volt, nem nagyon áll meg. Na igen, tészta meg is van, spagetti megvan hozzá, akkor most már csak a jöhet a hús. Nagyon távé kellett volna. Igen, most őszintén megmondjam azt a kínai, mi is készítettem el. Igen, kínai szezammagos étes csíke. Őszintén megmondom, nem nagyon mehet elkészíteni, megfőzni. Ha féltem attól, hogy mégis a Kínából jött ez a COVID-19, és tartom, hát ha megvincsenek, azt megcsinálom. Most megfőzöm. Én azt hiszem, már közben meg másfél éve tart az a járvá, én úgy gondoltam, mégis megcsinálom, ha meg akartam volna megcsinálni, de urától egy ismerős, hogy megkérte engem, ahogy csinálja, készítsem el. Igen, kicsit, igen, Riát, akkor még egyszer Hédi Enikőnek születésnap alkalmából, április 18-án a születésnapja, én és a Riát nagyon sok boldog születésnapot kívánok. Riádnak pedig nagyon szépen köszönöm a receptet. Igaz, nagyon hasznos recept volt. Igaz, hogy ideig nem mertem elkészíteni, de mégis vettem bátorságot. Na, de most megtartom a kóstolót.
Nagyon jó, tényleg nagyon jó. Nagyon jó. Nem hittem, a kínai jó lesz. Főleg nem hittem, a mész teszem be, nem hittem volna. Nagyon jó. Hát nem tudom, milyen videók lesznek mi. Nem tudom, milyen szenciókkal fog hozzá jutni. De minden remélemény főzést fog menni. Kabel is úgy, hogy tókoletűz nélkül. Remélem, valami csak fog működni. Na minden, az nagyon finom volt. Akkor nem tudom, tudtam ezzel egy videóval segíteni valamit. Nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmünkkel. Remélem, még lesz mi videó. Hát nem tudom, más ulat, más videó megosztása jó. Még egyelő maradok itt akkor videózásra. De jó, lesz, hogy már kedvem volna itt van. Remélem, más videó osztó, megosztom. Hát az lesz a jobban, még rossz. De nagyon gagyik. Akkor csak maradok itt, a YouTube. Mi egyelő nem tudom. Na minden, még egyszer köszönöm, megtiszteltek a figyelmükkel. Nem tudom, tudtam-e segíteni. Akkor tovább is minden jót kíván. Ehhez Zoltán, a videó info kötőre. Hello, 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 sziasztok!